Az utolsó fejedelem. A 17. század végén az erdélyi fejedelemség két versengő nagyhatalom között hol karddal, hol fortéllyal próbálta őrizni a magyar államiságot. Ekkor született Rákóczi Ferenc, akinek felmenői között erdélyi fejedelmek és horvát bánok is voltak. Apja korai halála után anyja Zrínyi Ilona Tököli Imrével kötött házasságot, aki felső magyarországi fejedelemként szintén a két nagyhatalom közé szorult, és ellenséggé lett a Habsburgok szemében. A Munkács várába menekült családot ostrom alá vették, Rákóczi örökölt birtokait pedig elkobozták. Ezután Lipót király gyámsága alá került, aki gondoskodott róla, hogy a még mindig befolyásos nemesi sarj Habsburg hű nevelést kapjon. Így az iskolai tanulmányait jezsuita nevelők és szerzetesek felügyelete alatt folytatta. Házasság kötése után hazaindult magyarországi birtokaira. Ekkor szembesült a török háborúk alatti új berendezkedéssel, a hatalmas adókkal és az osztrák önkénnyel. Egyre több helyütt ütötte fel fejét az elégedetlenség. Bár kezdetben egyáltalán nem akart részt vállalni a harcban, később barátjával Bercsényi Miklós gróffal keresni kezdték a lehetőségét egy fegyveres felkelésnek. Rákóczi 14. Lajos francia királytól kért támogatást a Habsburg udvar elleni fellépéshez. Levele azonban kettős ügynök kezébe jutott, így Rákóczit elfogták és a bécsúj helyi börtönbe zárták. Nem sokkal később halálra ítélték, és csak csellel tudott megszabadulni, majd Lengyelországba szökni. 1701-ben a franciák és az osztrákok között kitört a spanyol örökösödési háború, és a császári katonaság nagy részét a nyugati hadszíntérre vitték. A lehetőséget meglátva a felkelők hívó szavára 1703. június idusán hazatért, és élére állt Európa leghosszabb ideig tartó szabadságharcának. Nem csak az új magyar államot szervezte meg, de részt vett a török idők tapasztalatát bíró, de nyílt mezőn sebezhető kuruc hadsereg modernizálásában és vezetésében. Hamarosan Erdély fejedelmévé, majd a magyar rendek vezérlő fejedelmévé választották, végül 1707-ben az Ónodi országgyűlésen kimondták a Habsburg ház trónfosztását. Ám a franciák végleges vereségével a külhatalmi támogatások és a további harc hazai erőforrásai is kimerültek. A vereséget követően Első Péter cár segítségében reménykedve előbb északra Lengyelországba utazott, majd Franciaországba érkezett, ahol még mindig szívesen fogadták. De a szabadságharc ügyét nem tudta előrébb mozdítani. Az estélyek világát ezért egy kolostor falainak nyugalmára cserélte. Végül Törökországba távozott, ahol magába zárkózó életet élt. A több éves háború nem volt hiába való. A Habsburgok a magyar törvényeket hitlevéllel biztosították. Azonban Rákóczi másik nagy célja, Erdély önállósága nem valósult meg. Ezért nem tért haza, és Rodostóban érte a halál, 1735 nagypéntekén.